talán egy kicsit szorosabb mérkőzésre számítottunk a kinti meccs alapján, illetve te is azt mondtad, hogy győzni jöttök, még az a három gólra nem sikerült. Miért? Jó, tudjuk, hogy nagyon nehéz meccs van ránk. Szeged egyik a legjobb csapat Európában. Tudjuk, hogy nagyon nehéz, de jöttünk, mert akarunk nyerni, nem? Szerintem a szöget csapat mutatott, hogy jobb csapat, mint mi, megérdemelt a győzelem. Gratulálok a győzelemhez nekik, természetesen. De szerintem a meccs nem jól játszottunk, volt sok-sok lövés hiba. Szerintem nem megérdemeltünk az eredményt. Szerintem jól. Jobb kezilabdáztunk, volt 14 szicer, nem sikerült göllőni, de csak jó szabad van, csak tudok gratulálni a csapatomnak. Te is mondtad, hogy 14 szicer volt, Mirko Alilovics védett ilyen ikletett formában, vagy jobban kellett volna koncentrálni ezekbe a helyzetekbe? Jó, szerintem az volt a nagy különbség, nem? A kapuban nagyon világos. Szerintem, amikor jól belekezdtünk, hogy olyan csapat, mint a Szeged 23-24 volt, szerintem az nagyon jó. Szerintem nem volt semmi, nincs gond a belekezdünkben. Tamásban szerintem jól játszottunk, de volt sok lúgás hiba. Akkor gratulálok neki, és sok sikert nekik. Remélem, hogy mind a kettő csapat, magyar csapatok jönnek tovább a Final Four-ba. Ugye a 8-at döntőig jutott a Wisla Płock, mennyire vagy ezzel az eredménnyel idén elégedett? Nem tudok lenni elégedett, mert akarom nyerni, de tudjuk, realisták vagyunk, és tudjuk, hogy a Szeged az a jobb csapat, mint mi. Tudjuk, hogy tökéletes 120 perc kell játszani, ha akarunk jönni tovább, és nem sikerült, de szerintem az a csapat jobban és jobban áll, az egy hosszú projekt, és az első év, szerintem lenni a legjobb 16 csapatok Európában között, szerintem az valami, az nagyon jó. Ugye még az össze felrepent, hogy esetleg visszajöhetsz Magyarországra, méghozzá válogatotthoz. Mennyire volt ennek annak idején realitás alapja? Nem tudom. Én itt érzem, mint otthon. Itt voltam úgy csodálatos év. Sok barátom van, magyar barátok van, és amit mondtam neked, itt érzem, mint otthon, és az élet nem tudod, mi lesz holnap, akkor volt lehetőség, semmi van, most csak kívánok sok sikert nekik. Azért azt láttam a pályán, hogy a Szeged magyar játékosai egyenként oda mentek hozzád, gratuláltak, gondolom ez jól esik. Jó, persze. Szerintem az idő, amit én voltam, amit a szövetségi kapitány, nagyon jó volt. Nagyon jó kapcsolatom van már játékosokkal. Szerintem az mindig jól esik, amikor egy játékos jön és beszél veled, és gratulál, és természetesen ez egy nagyon jó dolog, ez világos, hogy nekem mindig nagyon jó volt, nagyon jó kapcsolatom volt.